jelen pillanatban Faddon élek, de tolnaiként éltem le életem ugye nagy részét, ezt a 31 évet. 2010-ben érettségiztem a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolába. Ott 2012-ben tettem le a mezőgazdasági technikusi végzettséget. Hát utána kiléptem a felnőtt életbe, úgymond. Elkezdtem dolgozni benzinkuton, utána folytattam a tolnai sejemgyárban, mint felvetőgépkezelő, és 2017. szeptemberében szereltem fel ide a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóságra, mint beosztott tűzoltó. 2018-ban elvégeztem Budapesten a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban az alapfokú tűzoltó tanfolyamot. Egy időben elvégeztem a C-kategóriás jogosítványt. Amikor visszatértem ugye Pestre az iskolába, akkor gépjárművezetőként szolgáltam tovább. Utána megszereztem a szükséges tűzoltásvezetői papírokat, és 2019-ben azt hiszem akkor lettem kinevezve parancsnok helyettesnek, és idén szeptember 1-től pedig megbízott parancsnok vagyok a Tolnai Tűzoltóságnak. Fura ezt így kimondani, de gyerekkori álom volt, tehát minden gyermek tűzoltó akar lenni, vagy rendőr, vagy katona. Általános iskolában voltak ilyen tűzoltó szakkörök, akkor én már jártam ilyen diák tűzoltóként versenyekre, akkor már megtetszett, és 2017-ben az itt dolgozó kolléga fölhívott, hogy lenne kedvem jelentkezni, jelentkeztem is. Sikerült. A szolgálati 24-48-ban van, tehát egy 24 órát vagyunk szolgálatban, illetve az a 48 óra, az a két nap az pihenő. Ezt mindenki eldönti saját maga, hogy családjával tölti, kirándul, vagy éppen otthon maszekol, vagy dolgozik, vagy... Hát elméletileg én ugye 8 órás lennék, de sajnos még nincs helyettem egy sofőr, úgyhogy így én szolgálatot is adok, és illetve irodán is vagyok. Nem kimondottan csak Tolnára vonulunk, hanem közénk tartozik Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, illetve Dombori. Az M6-os autópályából egy nagyobb szakasz, illetve az M9-es autóút a Szent László híd közepéig, plusz még ugye a mellékutak, 6-os számú főút, tehát elég nagy a terület, ahol vonulunk. Tavalyi évben 196 riasztásunk volt, ebbe voltak ugye a téves tűzjelzők is, műszaki mentés, viharkár, illetve a tűzesetek. Idén tartunk 218-nál, azt hiszem. Tehát megdöntöttük a tavalyi rekordunkat, sajnos. Ebben nagyon sok volt idén a viharkár, tehát ez kétszer történt, meg egyszer februárban, egyszer pedig azt hiszem a nyáron. Itt volt, hogy napi 14 riasztás volt a szolgálatnak. Ha tényleg sikerül azt a munkát elvégezni, természetesen mindig sikerül, csak nem mindegy, hogy egy melléképület ég le, vagy egy teljes lakóház. Tehát azért a tűzoltónak egy nagy siker, ha egy kisebb tüzet már meg tud úgymond akadályozni, hogy nagyobb legyen. Ez nem egy munkahely, legalábbis akik itt vannak nálam, hanem egy baráti társaság, úgymond egy család, tehát összetartóak vagyunk. Tehát bárkinek bármi problémája van, azt megpróbáljuk megoldani, vagy segítség kell, akkor elmegyünk és segítünk. Van egy parancsnok, elvileg van egy parancsnok helyettes, aki sajnos ugye én voltam, tehát most nekem jelen pillanatban nincsen. Ugye egy szolgálatban 4 fő van, van egy szolgálatparancsnok, aki úgymond a tűzoltás vezetésért, illetve a műszaki mentés vezetésért felel. Van 2 beosztott tűzoltójuk, ugye a hátsó sorosak, és van egy gépjármű vezető, aki ugye jogosítvány, illetve a pályalkalmassági vizsgával rendelkezik. Van egy 40 órás tanfolyam, ez egy 4 szombat, illetve egy vizsga. Ez egy nagyon alapvizsga, de egy alapot ad a tűzoltó szakmáról, úgymond. Az a 40 órással lehet jönni szolgáltat adni, illetve ez a 40 órás, ugye ez jó az önkénteseknek, tehát sőt kell is nekik, tehát ebben a 40 órás végzettséggel bárki lehet úgymond önkéntes tűzoltó is, és segítheti a munkánkat. Vannak ugye képzéseink, így úgymond tűzoltóságon belül ki van írva egy oktatási tematika egész évben, tehát minden napra van valami kiírva, tehát most mondok példát, tehát hogy erdőtüzek oltása, akkor másnapra egy olyan, hogy csarnok jellegű épületek oltása, tehát minden napra úgymond van egy tematikánk, azt mi át szoktuk beszélni egymás közt. Én terveznék innen elmenni nyugdíjba, remélem sikerülni is fog.